kezdjük akkor a legelső kérdéssel, ami azonnal megfogalmazódott bennem. Miből van neked doktorid? <hát> én jogászként végeztem. Jogász? Aha, én 18-ban diplomáztam Szegeden. Hát ez egy általános szak a tehát ott nincs specializálódás, és akkor a diploma a doktori címet megkapod. És hogy párosítottad össze a jogást a kriptoval? Ez nekem még így nem, nem annyira stimmel. <laughs> Úgyhogy rossz a fizetés. <laughs> és akkor igazából innen indult ki, én már egyetemen saját magamnak a zseppénzemet ebből csináltam. Főleg akkor kezdtem el, amikor így 2017-ben kiugrott a bitcoin ott legelőször 20 ezerig, akkor, akkor volt már benne valamennyi pénzem, és akkor csak néztem a telefonomat, hogy úristen háromszor, négyszer, ötször többet ér, ami benne van, Jól mondom, akkor ezt kell csinálni, és akkor áltam, kereskedtem vele, meg kipróbáltam nagyon sok mindent, és akkor utána, hogy fölépítettem magam, utána jött ez a gondolat, hogy másoknak is szeretnék ebbe segíteni. Aha. Tehát maga ezek az anyagiak voltak igazából. Meg a kriptó ezzel kezdődik, és jelenleg a kriptó egyébként sajnos alapvetően csak a pénzről szól, mert mindenki azt látja benne, hogy hú, csinálsz 10-20-30x-eket, a pénzedből, de hál' Istennek most már ez a technológia szerintem elindult abba az irányba, hogy nagyon sok plusz dolog bejön. Tehát például a játékipart reformálja, a zenehallgatást, a filmipart, szerintem minden megfog. Ezekről is fogunk még beszélni, mert ezekkel kapcsolatban is vannak most kérdéseim, de menjünk egy kis dolog, hogy te praktizáltál is, tehát jogászként gyakornok volt. Elvégeztem, és akkor ugye bojtárkodásnak igen, kélek, igen. és akkor azt csináltam egy évig, de ott közben már építettem a saját vállalkozásomat Aha. is. Hát aztán úgy voltam vele, hogy inkább ezt nem folytatom, de ezt nem tettem le vég, véglegesen, tehát én én a szakvizsgát meg akarom csinálni később. Csak láttam azt, hogy most ha három évig dolgozok igazából ébrérért, azzal nem leszek előrébb, nem, hogy nem. és még utána, mire fölépítem magam, az plusz tíz év. És abban a három évben igazából most szakvizsgáznék, és most eljutottam oda, ami lehet, hogy már csak húsz év múlva tartottam volna ügyvédként. Tehát, kicsit lerövidített. Az biztos, ez ilyen shortcut volt. Egy érdekes dolog amúgy, egy fun fact, hogy én is akkor kezdtem el a kriptozást, amikor te. Nekem úgy kezdődött az egész, hogy talán akkor lettem 20 éves, vagy nem is tudom, valahogy 18-20 év körüli, és édesanyám még kiskoromtól fogva gyűjtöttek nekem pénzt. Tudod, ilyen minden hónapban 10 ezeret befizettek, és a végén volt egy millió forint. És ezt nem akarta nekem odaadni, csak akkor, amikor lediplomázok, de nem tudom, hogy 18 fölött voltam, ugye? És a számlámon, ugye? Megláttam. És akkor nagy sírás, sírás közepette, mondja, hogy hát ez gyerekkorom óta gyűjtötte, de hogy itt van. És én egyik napról a másikra összeset befektettem bitcoinba. De full az összeset. Tehát ez egy 1500 forint volt a pénztárcámban. És volt egy bitcoinom. Tehát egy egész bitcoinom volt wow. akkor. Wow. És nagyon érdekes volt már, mert man, én is azt láttam, hogy amikor vettem, akkor volt kb. ilyen. 2700-3000 dollár körüli egy bitcoin, és egészen felment ilyen, majdnem 20 ezerig, vagy 20 ezer is, nem tudom. És mondtam folyamatosan, hogy már 4 millió ér, már 5 millió értől így folyamatosan, és egyszer csak így elkezdett zuhanni. És az a durva, hogy én nem tudtam, hogy ki kivenni a pénzemet belőle. Tehát én, ha bárki megkérdezte volna tőlem, hogy mi a bitcoin, nem tudtam volna megmondani, csak azt, hogy hát mindenki erről beszél. És amikor elkezdett zuhanni, akkor kezdtem utána nézni, hogy hogyan kell kiszedni a pénzemet belőle. Mert akkor még azt hiszem a. Coin, Coinbase, azt hiszem ez volt. Ez igen, a az volt a leges. Ja, ott, ott volt nekem ez. És akkor nem lehetett kiutalni a pénzt, minden össze-vissza. Aztán nagy nehezen valamilyen svéd faszinak eladtam. Még így is pluszba jöttem ki bőven, de amúgy sokkal több pluszba is kijöhettem volna belőle. Meg az érdekes, hogy múlt év múlt év augusztus, vagy nem, múlt év előtti augusztus, akkor voltunk siófokon a fiúkkal pont. Uh -huh. És a strandon voltunk, és valaki elkezdett a dogecoin-ról beszélni. És akkor még 0,7 forintba került egy. És hazajöttem, hát mondom, azki ki miért, nem megkockáztatom, vettem 70 ezer forintért dogecoin-t. És uh, el is felejtkeztem róla teljesen. Az augusztusban volt, decemberben fel kell, kell mondom, megnézem, mennyit ér. 11 forint, micsoda, tudod. Azonnal adtam el az egészet, rá két hétre 250 forintot ért egy darab. Úgyhogy amikor mondják nekem, hogy a kriptó, én mindig azt mondom, hogy nekem, hogy én már buktam 40 milliót a kriptóval, már nem szereztem meg azt a 40 milliót, amit mm. megszerezhettem volna vele. Neked vannak ilyen történeteid? Persze, hát az elején én sem tudtam, hogy mikor kell eladni, mikor kell beszállni, nem látja előre az ember, sőt sok olyannal beszéltem, aki 2017 előtt benne volt, és 2017-ben, amikor olyan nagyot emelkedett a bitcoin, akkor igazából mindenki azt hitte, hogy sose fog megállni. Igen. Tehát Igen. ugye nem volt ilyen előtte, és akkor nagyon sokan még hitelt vettek föl, nyomták bele, hogy Úristen, ennek sose lesz vége, és akkor utána beomlott, akkor ott nagyon sokan nyilván be kellett, hogy nyeljék azt a veszteséget. Azóta már egy kicsit azért fejlődött ez a piac, meg én is nyilván ezekből a hibából tanultam, és, és most így tudom oktatni, de én amúgy azt mondanám, hogy ami létezik, azt abszolút elkövettem minden hibát, és tényleg magamon tanultam meg mindent, mert azért ez a kriptó egy négy-öt éve nem volt ennyire elterjedt, nem tudtál információkat szerezni róla, és lehet, hogy valami azt hittet, hogy működik, aztán meg közben nem működött, és eltűnt benne a pénzed, és sehol nem tudtál ennek utána nézni. Úgyhogy mindent úgy tudtam kipróbálni, hogy hát teszek bele pénzt, aztán meglátom. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te kiktől tanultál, vagy mikből tanultál, hogyha ez könyv, vagy akármi? Hát igazából online, tehát nagyon sokat YouTube-ról, én is sok infót összeszedtem. Megpróbáltam olyanokkal beszélni, akik mondjuk már Forexen kereskednek évek óta, mm. és akkor azt a tőzsdei tapasztalatot átültetni, de rá kellett jönnöm, hogy amúgy más a kriptovaluta, tehát más az a logika, amit követsz. Oké, okay, itt is vannak gyertyák, meg csártok, meg leelemzed, de maga a mozgás és a logika mögött az teljesen más. Mm. Úgyhogy át kellett ezt alakítanom, és akkor igazából rájöttem, hogy valahol senki sem nagyon tudja ezt, hogy hogy kéne csinálni, csak sokan szerencsések voltak, aztán volt, aki nem volt szerencsés. És, és így igazából azt mondom, 80%-ban saját hibáimból tanultam meg. Most már szerencsére van sok anyag, meg ö, én is egyébként rengeteg külföldi ö, anyagot megvettem ezzel kapcsolatban, képzem magam folyamatosan, tehát most már tudtam erre költeni. De egyébként azokban is azt látom, hogy. Ö, rengetegen vannak jelenleg ott a piacon, akik tanítják, de egyébként ők nem értik, csak mondjuk nagy ez a hype, és elkezdik csinálni. Erről majd akarok beszélni egy kicsit később, mert pont ez volt nekem is a fejemben. De még itt hagyragadjunk már el egy pillanatra, hogy külföldiek közül te kit ajánlanál? Tehát, hogyha YouTube mondjuk és kriptó, tudsz mondani egy-két ilyen csatornát? Mm, elküldöm majd ezeket neked, és akkor szerintem meg tudod osztani, de például van egy csávó, úgy hívják, hogy Cameron fó. az nagyon Igen. viccesen adja elő a dolgokat. Nekem ő tetszik, ő egy kereskedő egyébként, forexezett 10-15 évet, aztán elkezdett kriptózni, és neki amúgy a stílusa, meg a felfogása nekem nagyon tetszett. Én tanultam tőle, csak a YouTube akademit végeztem el, azt Aha. hiszem. De nagyon jó felcsával. van. Amúgy nagyon profi csinálja. igen, igen. Úgyhogy küldök majd egy-két ilyet, és akkor meg tudod osztani. De egyébként kevesen vannak. Meg sokan, akik fölfutnak, utána ráhagyják igazából. Tehát elérnek egy bizonyos sikert, és utána szerintem már nem akarják megosztani a további infókat. Pont ezt akartam mondani, hogy hogyan tudod szerinted, vagy nem is te, hanem inkább a fiatalok, hogyan tudják kiszűrni azt, hogy kitől érdemes tanulni, és kitől nem, mert kicsit úgy érzem én ezt már most, mint anno a dropshipping volt, a forex is, meg ha kicsit visszább megyünk, akkor Amerikában az aranyláznál, hogy nem azok gazdagodtak meg, akik aranyat ástak, hanem amikor az ásókat adták el. Ez ugyanez, hogy nem azok gazdagodnak meg, akik mondjuk dropshippingeltek, hanem akik oktatták, hogyan kell dropshippingelni. Ezzel kapcsolatban tudsz valamit? Én azt mondanám, hogy egyébként a legjobb, hogyha van egy projekt, és te annak a projektnek ismered mondjuk a fejlesztőit, az alapítóit. Tehát mondjuk adott esetben mi csinálunk egy tokent, és mi minket, akik ismernek, azok tudják, hogy mi nem fogjuk őket lehúzni, tényleg minőség lesz ebbe belerakva, és hogyha egy ilyen projekthez kicsit közelebb tud jutni az ember, nyilván így a semmiből nem lehet, de évek alatt azért lehet olyan kapcsolatokat kiépíteni, akár külföldön is, akik képbe vannak ezekkel, és hogyha tényleg a forrásból nyered az információt, és tudod, hogy ebből lesz valami, akkor tudsz benne hinni. De egyébként, akik nincsenek közel egy adott projekthez, és úgy alkotnak róla véleményt, akkor ugye csak azt tudja elmondani, ami megvan osztva a Twitteren vagy a weboldalon, és hogy most az igaz vagy nem. Ugye egy, egy weboldalt, egy szép weboldalt bárki össze tud tenni, ígéreteket, bármit lehet ráírni és sajnos sok ilyen szkem van, hogy behúzzák ugye a pénzeket. Tehát ez a fontos, hogy a hitelesség mögötte megvan-e. Mi volt neked a legdrágább leckéd? <laughs> legdrágább leckém. Hát ez jó kérdés. Mármint olyan mozdulat, amivel mondjuk így a kriptóban a legtöbbet buktam. Így... A, amiből tanultál utána? Hát igazából minden nap tanulok. Tehát tényleg az ember minden nap tudja csiszolni, fejleszteni ezt a tudást, de azért, hát mikor már eljutottam egy nagyobb szintre, és és volt azért nagyobb likviditásom, akkor azért voltak, voltak nekem is az ilyen több ezer dolláros belenyúlások, hogy adott projektekben mondjuk belevásároltam, aztán rájöttem, hogy nem kellett volna. Tehát azért vannak ilyenek. De szerintem az ember egyre bátrabb lesz, és, és aki már az nyer, mint ahogy te is, hogy megfogtad az egymilliódat, amit előtte évekig gyűjtögettek neked, és igazából gondolkozás nélkül beletetted. És pont ezek a mozdulatok azok, amiből nagyot lehet nyerni. Mert nagyon fontos az, hogy az az emberek általában jelenleg is a piac egy olyan helyzetben van, hogy félnek vásárolni, és pont amikor a többség azt mondja, hogy ne vegyél, meg a többség kiveszi a pénzét, akkor kell vásárolni. És ez nagyon nehéz a kriptoba, mert ez kicsit olyan, mint hogyha mondjuk ejtőernyőznél, és ki kéne ugrani a gépből, vagy bungee jumping volná, és a szervezetet küzd hogy ne ugorj lehet, meg fogsz halni. Te meg tudod, hogy ott az ejtőernyő, és nem halsz meg. És a kriptó az ugyanilyen, hogy amikor a legjobban félsz, akkor kell pszichológiailag legyőznöd magad, hogy de, ezek az objektív tények, és ez jó lesz. Aztán belevásárolsz, lehet, hogy másnap fel annyit éri, de aztán két hónap múlva meg tízszer annyit. Ja, hozzáteszem, hogy ott nekem egyrészt szerencsény volt, másrészt én túlságosan nagyot kockáztattam, mert én a kb. 99,9%-át beletettem a tőkémnek, ami nagy volt. De ilyen szempontból, igen, meg van egy mondás, ezt nem tudom ismer, de ezt egy 18. századi angol bankár mondta, hogy akkor kell vásárolni, amikor vér folyik az utcákon, még akkor is, hogyha az a tevéred. Én egyet értek ezzel. Tehát tényleg így működik ez a piac. Nekem volt olyan, amikor most, hát nemrég, mit tudom én, négy-öt hónapja lehetett, amikor az Ethereum így nagyon leesett, ilyen 1900-ig, vagy 2000-ig, valahogy így, és akkor az összes barátom kicsit így hogy volt, aki kiszedte a pénzt, a többi, én meg szó szerint futottam a bankba a készpénzemmel, hogy feltegyem a kártyára, és tudjak még többet vásárolni. Igen. És annyira le volt fagyva a Binance, hogy folyamatosan nyomogattam, és nem lehetett vásárolni. És 1900-on vagy valamennyin akartam venni, ott nem engedte, utána 2600-on vettem, és utána hát most nem is tudom, nem néztem most mennyit ér, de mennyit ér most. De 3000, 3000 nem körül van. 3000 körül, mert akkor már most pluszba vagyok egy minimálisan. <laughs> Igen, és ez tényleg így működik, úgyhogy az embert szerintem, ez olyan, amikor elkezdesz vállalkozni, hogy a környezeted ugye visszahúz. Hogyne. És a kriptó is ilyen, hogy ahogy ne tedd oda a pénzed, mert el fogod bukni. És az tény, hogy statisztikailag az embereknek azért nagy százalék a bukik ezen a piacon, de sajnos azért, mert érzelemből cselekednek. De én, én erre mindig azt mondom, hogy nagyon nagy rész, tehát hogy amiket másokat mondanak, például a dropshipping, ott is nagyon sokan buknak. Tehát például a Shopify-nak konkrétan az oldalán ki van téve, hogy 10-ből átlagosan kettő olyan webshop van, ami profitável is. Tehát ott 20 az, aki úgymond sikeres. Igen. De ha tovább megyek, akkor volt egy ilyen levezetve, hogy 10-ből 0,01 az, bocsánat, 100 ból 0,01 az, ami két éven belül is még profitabilis webshop uh -huh. a Shopify-en. Ugyanez a forex -e nem úgy, ott ki van téve rendesen az oldalakon, hogy a kereskedők 80x százaléka mínuszban zár. Igen. De ez a kriptonál is így van. Így. Tehát, hogy most Szerintem az, hogy... 90 százalék <laughs> <azért bukék. gül> De most az, hogy veszélyes, hát minden veszélyes igazából. Igen. Pont hallgattam egy podcastet, és abban azt mondták, hogy hát, ott pont a bulizásról volt szó, és akkor mondta valamelyik, hogy, hát több napot is át lehet bulizni, és akkor az egyik azt mondta, hogy hát azért az veszélyes. Azt mondja, hát minden veszélyes, lelépsz az utcán a járdáról, azt elütnek, az is veszélyes ilyen esetből. Menjünk tovább egy kicsit. Nézzük meg akkor, hogyha valaki el akarja ezt kezdeni konkrétan. Tehát tegyük fel, hogy én vagyok most ez a fiatal, és fura csak azt tudom, hogy kripto, és hogy ez valami, de hogy ez tök király, meg hogy nagyon sokan beszélnek róla. Hogyan kezdeni, vagy milyen tanácsot adnál nekem, hogyan kezdjem én el megismerni ezt az egészet, vagy így felfedezni ezt a teljesen új világot, hogyha ezt így mondhatnánk? Hát ugye, ami nagyon fontos, hogy kell egy tőzsde oldalra regisztrálni, mint a Coinbase-t is említetted, tehát Binance, Coinbase, ezek nagyon elterjedtek, és nyilván itt, hogyha az ember beregisztrál, akkor ide tud pénzt feltölteni és vásárolni. Na most az, hogy mit vegyél és honnan szerez infókat, az nagyon sokrétű, mert igazából nincs egy hivatalos forrás, hogy azt mondanám, hogy na ezen az oldalon, amit találsz, ez tuti jó, meg ez meg van szűrve, hiszen ugye a kriptó jelenleg nincs szabályozva jogilag, ez egy szabad piac, szabad rablás tulajdonképpen, és e, nehéz ebbe utol, utána menni bárminek is. Tehát nincs egy felügyelet ugye a piacon. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem a legalapabb dolog, hogy legalább a bitcoint megértse az ember, hogy mire jött létre, mit tud a bitcoin, és ugye 2009-ben jött létre, és hogy akkor is ugye egy válságban voltunk benne, és a válság mint egy válasz jött ez, ugye, hogy az emberek pénzt tudjanak egymásnak küldeni. Ugye peer-to-peer, -peer ez olyan, mint a torrentezés is, hogy egymás között Igen. úgy osztjuk meg a fájlokat, adott esetben most már a pénzt, hogy nincs ott egy másik szerv vagy egy harmadik fél. Úgyhogy szerintem fontos így az alapjaival tisztában lenni, mert így is szoktak beszélni róla, hogy van a bitcoin, meg vannak az altcoinok, ugye minden uh -huh. más altcoin, ami nem bitcoin. És hogyha érted a bitcoinnak a történetét, akkor fogod érteni, hogy miért jött létre a kriptó. És egyébként az a sok minden új token, a doscoin, meg az ilyen memecoinok, -ok, meg amik létrejönnek, már ugye annyi fajtája van hogy igazából ezeket kell utána szerintem picit megérteni, hogy mondjuk az Ethereum és a többi okos szerződésre épülő projekt, az mit tud, mire jött létre, és egy kicsit ezeket a fajtákat átlátni. Vagy legalább, hogyha a top 10 projektet a CoinMarketCap-en vagy a CoinGecko-n lehet ezeket megnézni, Legalább a legalább már top 10-nek a weboldalát átnézi valaki, az úgynevezett white paper-t elolvassa, mindegyikhez van egy ilyen dokumentum. Szerintem ez egy jó kiinduló pont, mert ott látod, hogy milyen problémát akar megoldani, és akkor fel tudod azt fogni, hogy mire képesek egyáltalán ezek a kriptovaluták. Azt hiszem, van egy YouTube oldal, egy angol, az a neve Whiteboard Crypto, nem tudom, azt is mm, e Igen, igen, igen. Ő nagyon jól elmagyarázza ezeket a dolgokat. Tehát ezt még így, így beszúrnám ide, hogy az még egy tök jó dolog lát. Oké, és tegyük fel, hogy beregisztráltam. Itt mindig jön a kérdés, ezt fiataloktól megkapom, hogy csak 18 felett lehet regisztrálni. Igen. De hogy tudsz-e valami olyan módot, hogy valaki mondjuk 16 évesen is tudjon magának venni kriptolótát? Hát egy családtagot, hogyha megkér valaki, Aha. és akkor az ő adataival beregisztrál, mert ugye ezek pénzügyi tevékenységek, 18 alatt nem fogja elfogadni, de amúgy meg működik, hát most bárki szerintem segít a családban. Oké, és tehát beregisztráltunk, tegyük fel, és nagyjából megértettem így a top 10 kriptót, legalább elolvastam ezt a white paper -t. Utána mit javasolnál? Tehát itt menjünk már úgy végig rajta, hogy valaki mondjuk hosszú távú befektető, kereskedő, utána meg majd később rátérünk az NFT vonalra is, de az külön. Hát az NFT-ket hagynám én is utoljára. Tehát, hogy először a kriptovalutákat értsék meg az emberek, hogy ez mire jön létre. Igazából, hogyha már a projektekkel tisztában van valaki, akkor egy minimális portfóliónak a felépítése, kialakítása az, ami szerintem fontos. És itt nagyon fontos az, hogy ne úgy csináljátok, ahogy Kristóf, hogy egyből beleteszitek a pénzeteket, tehát fokozatosan kell ezt. Tehát, hogyha van mondjuk 1 millió forint vagy százezer forint, akkor tényleg nagyon apró részletekbe ezeket szétosztani, és napi, vagy két napi, vagy heti szinten minimálisakat vásárolni, mert azt hiszi az ember, hogy jó pozícióba vásárol, aztán két hét múlva még lejjebb lesz az árfolyam, és akkor meg fogja a fejét, hogy miért nem akkor vettem. Tehát ezeket, ezeket az érzelmi faktorokat ki lehet így iktatni, hogyha tudatosan kezeli ezt az ember és ezt amúgy ez dollár cost averagingnek hívják angolul, ez DCA-nak, hogy mondjuk hetente 10 dollárért veszek mondjuk bitcoint. Szerintem ezzel nem lehet mellényúlni, tehát ez, ez egy olyan taktika, amivel biztos, hogy nyersz hosszú távon, és az is nagyon fontos, hogy nem kell elveszni, nem kell 20-30 fajta kriptót beletenni a portfólióba. Én a bitcoint mindenképpen ajánlom egyébként, mert az az egyetlen kriptó, amire jelenleg azt tudjuk mondani, hogy 10-20 év múlva is itt lesz. Tehát az tuti. A többire egyébként nem lehet még az Ethereumra se, az a durva, mert nagyon sok kihívója van, és nagyon sok olyan projekt jön, ami lehet, hogy két-három év múlva leelőzi az etériumot, Úgyhogy a bitcoin azt tudja, hogy ott lesz, úgyhogy én, én, egyébként azt mindenkinek ajánlanám, hogy tartson a portfóliójába, és akkor mellette pedig keresni 3-4-5 olyan projektet, ami szimpatikus, és akkor azokat fokozatosan elkezdeni vásárolni, megérteni, követni őket mondjuk Twitteren, nézni a piacnak a hullámzását, kicsit összekötni a különböző eseményeket, hogy mi miért történik, és próbálni ezt először egy kicsit nagyobb látószögben nézni, tehát távolról nézni a piacot, hogy tényleg mi, miért történik, és az nagyon fontos, hogy a kriptóval sosem vagy elkésve, sosem maradsz le. Hiába ugrik valami tízszeresére, mindig lesz valami, ami tízszeresére fog ugorni, tehát nem kell tényleg kapkodni. Szerintem örüljön valaki, hogyha már most elkezdi, elkezd vele ismerkedni, és azért a világnak kb. csak egy százaléka, vagy annyi se foglalkozik kriptóval, tehát nagyon kevés ember van jelenleg benne, úgyhogy aki most elkezdi, az még mindig a trendnek az elején van. És szerintem ezt kell fölfogni, hogy lássa az ember, hogy hol tart a piac, hova növi ki magát, és milyen lehetőségek vannak még ebbe. Szuper. Mondtad azt, hogy kb. 5-6 ilyen coin legyen a portfóliódban. Ha Igen. te nulláról kezdenéd, neked mi lenne ez az 5 most, jelen pillanatban, amikor felveszük az adást, úgyhogy ez nem pénzügyi tanács. Igen, tehát mindenképpen végezzétek el a saját kutatásotok, ez nagyon fontos. És a, én azt mondom, hogy ha megnyitja valaki mondjuk a coin cap-et, akkor ugye ott rangsorolva vannak kapitalizáció Igen. alapján. Ugye a kapitalizáció az az, hogy mennyi pénz van egy adott projektbe. És egyébként nagyon fontos, hogy nem az árát kell nézni, tehát most az, hogy 40 ezer dollár egy bitcoin, vagy valami csak mondjuk egy centet ér, nem biztos, hogy megéri azt megvenni, ami egy centet ér, mert majd lehet, hogy ez is 40 ezer lesz, mint a bitcoin. Tehát ez nagyon fontos, hogy ebben nincs összefüggés. Tehát igazából az árat valahol le is lehet takarni, igazából nem is számít, hogy minek mennyi az ára az sokkal jobban számít, hogy mennyi pénz van benne, mennyi a kapitalizációja. És hogyha megnyitjuk a CoinMarketCap-et, ott a top 100 projektbe, vagy a top 50 projektbe, hogyha belevásárolunk jelenleg, akkor ott szinte biztosan lehet mondani, hogy azok megmaradnak azok a projektek a jövőben is, legalábbis nem tűnnek el egyik napról a másikra. Úgyhogy én ezt a biztonsági faktort mondanám elsősorban. Tehát én magamnak így tenném most nulláról össze, hogy mondjuk a top 50, vagy egy kicsit rizikósabbaknak mondjuk a top 100 projektből válogatva, négy-öt projektet kinéznék, és akkor azokat kezdeném el vásárolni, és azt is úgy osztanám szét, hogy mondjuk az egyik a Bitcoin, mellette mondjuk vagy az Ethereum, vagy az Ethereumnak a kihívói, mint például a Solana, az AVAX, vagy ott van a Luna, tehát ezek az okos mm -hmm. szerződésre épülők, és így kategóriánként ö, építeném fel. Ezt akartam kérdezni, hogy ezeket a kategóriákat nagyjából el tudod mondani? Tehát van a Bitcoin, van a smart kontraktusok. Smart kontraktusok. Vannak ugye a mém tokenek, mint a doskon, Shiba Inu. Igen. Egyébként azok is, hogyha vár vele az ember, akkor nagyon nagyot tudnak repülni, úgyhogy talán abból is érdemes választani, amelyik szimpatikus, és mellette vannak a különböző fizetési megoldások, mint van a Ripple, vagy egyébként a Lunának a rendszere is egy ilyen fizetési megoldás. Ezeket érdemes még figyelni, mert azért a bankok is most, hogyha ezeken a rendszerekre ráállnak, akkor valamelyik ezek közül fog érvényesülni. Úgyhogy ezt is érdemes követni, illetve vannak olyan projektek, amik metaverzumosak, tehát ilyen NFT játékokkal kapcsolatos projektek. Ugye ezek közül ott van például a Decentraland, meg a Sandbox, Igen. az a kettő legnagyobb van, de itt is ebbe a kategóriába, és amúgy a Koimárkit keppen lehet így a kategóriák között így váltani, és akkor a metaverzumosnál kiadja az összes metaverzumost. Egyébként, aki nagyon nagy profitra törekszik, és tűrja azt, hogy mondjuk két nap múlva fele annyit ér átmenetileg a portfóliója, azoknak leginkább a metaverzumos projekteket ajánlom, mert az egy olyan ipar, ami a következő két-három évben a kripton belül a legnagyobbat fogja fejlődni, a legnagyobb tőke fog oda menni. Nekem is van metaverzumos, nekem manám van. Igen? Amúgy érdekes, mert amúgy a Sandboxban most már kicsit jobban hiszek, mint a manában, de mégis manám van, meg volt egy ilyen, nem tudom, de azt ismered, de van ilyen, hogy Metaversum index. Uh -huh. Az ismered? Hogy van -e ez az index, ez olyan, mint egy kriptó kb, és meg tudod venni saját magadnak ugyanott lesz a metamask és ebbe bele van nyomva kb. 10 vagy 20 darab ilyen metavázomos projekt, igen, igen, ami így átlagolva van. Na, és még olyanból vettem, és ahogy mondtad, másnap felét érted, de nem baj amúgy, mert hosszú távon biztosan jó lesz. Super, ez meg volt akkor, ez a része, ez így szerintem tökre érthető uh -huh. volt egy fiatalnak is. Igen, szerintem is. Menjünk oda, hogyha valaki kereskedni szeretne, az, az már egy kicsit ilyen ingoványosabb talaj mondjuk így, ott nulláról hogyan kezdenéd. Ugyanígy be kell regisztrálni, megérteni a kriptokat, és utána. Én elkülöníteném a pénzt, tehát hogyha valaki mondjuk 100 ezer forintot befektet, akkor teljesen szétszedni, hogy ebből mondjuk 60 ezer forint, amiből a portfóliót építek, és akkor 40 ezer forint, ami mondjuk játékpénz, úgymond kereskedek vele. Tehát én ezt, ezt tényleg szétszedném, mert sokan az elején a magát, a befektetést és a kereskedést összemossák. És nem tudják, hogy mi a kettő között a különbség, pedig igazából más a logika, mert hogyha elkezd leesni az árfolyam, akkor egy kereskedő eladja, és beleteszi egy olyanba, ami éppen emelkedik. Viszont, hogyha elkezd esni az árfolyam, és én befektető vagyok, akkor nem eladom, hanem veszek még, hiszen tudom, hogy még olcsóbban tudtam venni, aztán lejjebb esik, ott megint még olcsóbban veszek, és akkor hosszú távon a befektetésem többet fog érni. Tehát ezt nagyon fontos külön szedni, mert sok embernél látom azt, hogy vesz valamit azért, hogy befektessen, de közben leesik 10%-ot és eladja, vagy föl, fölmegy 20%-ot és azért adja el, mert hogy kerestem rajta 20-at, aztán másnap meg megduplázódik, és fogja a fejét, hogy miért adtam el. Tehát ezt szétválasztani nagyon fontos, és inkább egy kisebb összeg legyen a, az a rész, amivel kereskedik az ember, mert az sokkal kockázatosabb, és a kereskedésnél tulajdonképpen Egyébként szerintem egy két hónap után egészen bele lehet jönni, hiszen a kripto az nagyon volatilis, tehát nagyon sokat mozognak az árfolyamok napi szinten fölle, és ezeket amúgy ki lehet használni. Tehát hogyha ha beállítod az agyadba, hogy mondjuk én minden nap csak egy százalékot ki akarok szedni, akkor be tudsz állítani egy limitet ezeken a kereskedőfelületeken, hogy azon az 1% profitba ő adja el. És akkor, amikor meg leesik, oda meg megint be tudsz állítani a limitet, hogy ott beszállok, utána 1 kal kiszállok. Tehát ott más teljesen a gondolkodásmód. Oké, és uh, miket tudnál ajánlani ilyen oktatóanyagokat, vagy a Youtube-on mondjuk mondta ezt a Cameron Fost, hogy uh, hol tanuljanak? Mert uh, vannak ugye nagyon sok amerikai dolog, amerikai szerverek. Most a Discordon mennek nagyon ezek az oktatások, majd ehhez is akarok egy kicsit hozzákapcsolni, de kíváncsi vagyok, hogy te mit ajánlanál. Hát egyébként magamat tudom ajánlani. <gül> <gül> Abszolút, mert tényleg törekszem arra, hogy a legjobb minőségű anyagokat osszam meg ezzel kapcsolatban. Egyébként tényleg már több száz embert leoktattam, és és a visszajelzések alapján nagyon érthető. Az az érdekes, hogy sok olyan ember van nálam, aki ilyen 60, meg 70, van, aki 78 éves, és a nulláról kezdte el, és, a, és megérti egyébként, meg tud boldogulni az anyagomon keresztül. Úgyhogy én azt mondom, hogy a magyar nyelvű anyagok között szerintem ebben ezzel mindenki tud érvényesülni. Külföldiek közül meg tényleg nagyon-nagyon változó, hogy hogy kik mondanak jót, arra nagyon kell figyelni, hogy azért a külföldi influencereknek alapvetően az a taktikája, hogy mielőtt ő megoszt egy projektet, az előtt azért jó alaposan bevásárol abból a projektből, és majd pont te leszel az, akinek ő majd eladja magas áron. Tehát öm, én, én így, így, ilyen hirtelen, ilyen fomóból, beleugrásszerűen én semmit sem csinálnék, a, amit hall az ember az interneten. Tehát inkább megszűrni, várni egy hetet, kettőt, megnézni, hogy tényleg úgy történik-e, és inkább tanulni belőle. Ebben a részben megnéztük azt Danival, hogy hogyan kell elkezdeni a kriptolótákkal foglalkozni akár a befektetés részét, akár a kereskedést. A következő epizódban pedig belemegyünk is itt a metaverse az NFT-kbe, és még egy-két érdekes dologba is. Sziasztok!